Első sorban fontos megértenünk, hogy mit jelent egy alázat. Mert valamikor valaki gondolt megalázni magát, vagy szóval sok félreértés tud lenni ezzel. Elsősorban jó, hogyha valakinek van önbecsülete, mert önbecsületes ember tud lenni egészségesen alázatos. És hogy lehetne gyakorolni? Ami fog segíteni, ez a lelki gyakorlat. Mert amikor valaki kapja lelki eredményeket a gyakorlatokból, hogy én lélek vagyok, ezeket a megvalósításokat, akkor természetesen alázatosra fog válni, nem kell nyomni magát, alázatos vagyok, ilyen vagyok, meg nem vagyok büszke. Szóval lelki gyakorlat, mély tudás, hogy én lélek vagyok, természetesen alázatosra fog tenni, mert egy lelkileg fejlett személy nem akar senkit meggyőzni, nem akar senkinél jobb lenni, és nem irít senkire, mert ő látja, hogy mindenkiben van egyéni, páratlan csoda kincs érték minden lélekben, és még ő benne is, aki látja így, ezért nem tud irigy lenni, mert másolatlan a lelkek. Szóval lelkélet, akkor egyenlő alázat.